Minket úgy neveltek, hogy az élet koronája a hősi halál. Ezen én sokat gondolkoztam, amikor belekerültem végre a háborúba, és minden igyekezetemmel azon voltam, hogy én ne legyek hősi halott. Mert akkor én egyáltalán nem érek senkinek semmit. Egyszer meghúgtam. A kolozsvári református kollégium nagyon szépen megtanított minket magyarnak lenni. És abban volt egy emlékem, amit hamarosan újra használni fogok, amikor magyarokkal beszélek. Tudnék, ott tanítottak meg a minket arra, hogy magyarnak lenni nem olyan, mint másfajtának lenni. Márpedig, mégpedig azért, mert a magyar ember számára az élet mást adott, különösen Erdélyben. És ehhez hozzá kell az emberi lélek idomuljon. Ez a másfajta élethez, amit úgy neveztek annak idején, hogy a kisebbségi életmód, ami egy valóságos életmód volt, és aminek az alapja az volt, hogy te nem arra készülsz, hogy hősi halált hajj valamilyen csatatéren, mint ahogy bele volt nevelve a gyermekben már fiatal korában, hogy minden magyar hősi halált hal, hanem hősi életet kell éljél, és nem szabad meghalnod. A józan valóság azonban nem tűrhette ezt sokáig bosszulatlan. Még 10 éves se volt a történelmet átálmodó magányos gyerek, amikor ezt a maga köré felépített külön világot váratlanul eltaposta egy durva, láthatatlan erő. A valóságos történelem. Nagyon jól emlékszem arra, hogy a Haller palotában meg voltak hívva az összes gyermekek bizonyára egy társadalmi osztály gyermekei egy vacsorára és táncra. Én akkor 10 éves voltam. És engem is meghívtak, és akkor ott olyan volt, mintha semmi se történt volna. Ami érdekes, hogy számomra egy kicsit idegen volt. Tudnélik, a mi számunkra sok minden történt. Ott hagytuk az otthonunkat, bevonultunk Kolozsvárra, és jött a román hadsereg, bevonultak a DeFerenc utcán, mi ott laktunk, tehát az ablakból néztük az egészet. Elmentünk erre az estére, a Haller estére, úgy kaptuk a meghívást. Ő volt azt hiszem a követő, polgármester. Úgy van. És ott együtt voltunk valami 40 gyermek. Hát most, hogy ez milyen ricsajt jelentett, arra nagyon jól emlékszem, mert sose szerettem a túlzott zajt, és ott hagytam őket egy idő múlva, olyan zajosak voltak, és akkor jött hozzám a Haller, a polgármester, és beszélgettünk ketten, és azt mondja, hogy hát, Albert,
itt nagy változások lesznek. Ezt én már képzeltem, hogy lesznek az apám beszédéből is. És azt mondta, hogy én itt hagyom Kolozsvárt. És hazamegyek. Azt nem mondta, hogy hova megy haza, de azt, hogy hazamegy. És ahogy emlékeimből idézem most, azt hiszem, valahol a Maros mentén volt neki egy birtoka, és azt hiszem, oda vonult vissza. Tehát erre emlékszem csak az egészből, és a nagy felfordulásra. A mennyiségen, hogy mi történt? Hát megmondom. Először is a magyar kisebbség összetartott. Talán először, a világ kezdete óta. Például Fekete Lakon, amelyek egy magyar község volt, ott megalakítottuk a magyar csoportot. Nem adtunk neki semmiféle hazafias nevet, mert arról nem volt szabad a félét csinálni. De mind összejöttek, mind két hetenként a magyarok, és életben tartották a magyar táncokat, a magyar népmeséket. Például a népmeséim egy része, ami megjelent, azt ott hallottam, Fekete Lakon, öreg magyaroktól, akik mondták, és még úgy is írtam lenni, hogy az öreg magyarok mondták, há, hiszem, mikor, ez meg az történt. De azok szép dolgok voltak. És sok értelmet jelentettek az életben, hogy a magyarokat össze tudtuk tartani. A fekete lakjakat, a kispolyani magyarokat, a szentegyedi magyarokat. Ez a három főcsoport volt ott az én környékemen. De sokakban, így Zentai Ferencben is, aki valamikor mindenütt ott volt, és mindenben részt vett, akit akaratereje, tudása, egyenes természete közismerté tett a megye belső életében, az összeomlással valami benne is összeomlott. Nem beszélt róla soha senkinek, csak még hallgatagabb lett. Attól a perctől kezdve többet nem törődött semmivel. A telefonját leszereltette, újságainak felmondta az előfizetést, minden kapcsolatot megszüntetett a külvilággal. 1919 óta nem mozdult hazulról, mintha a világ halasdon megszűnt volna. Nagyon megdöbbent, amikor látta, hogy a fia meg a lánya elismerik a külső változásokat, és érintkeznek azzal a világgal, ami a halasdi kert fáin kívül esik. De aztán belátta, hogy valaki mégiscsak kell törődjön a gazdaság dolgaival. Mikor jelentették neki, hogy az egész nagy birtokából csak 200 holdat tarthat meg magának, röviden ennyit fele. Jó. És nyugodt mozdulattal szivarra gyújtott, mintha csak azt mondták volna, hogy előállt a kocsi. Tudomásul vette, hogy odakint a világ összeomlott, megszűnt, és egyébre nem volt kíváncsi. Nem vette tudomásul, hogy Halasdot ezentúl Kömpinának hívják, és nem érdekelte, hogy a jegyző új neve Domnu Notár. Neki mindezekhez semmi köze sincs. Annál több volt a fiataloknak. Nekem azt kellett tenni a román érettségit, amit hősiesen megbuktam. Ostoba dolgok miatt, mert nem engedtem meg magamnak, hogy úgy válaszoljak a kérdésekre, ahogy azt kívánták, hanem úgy mondtam, ahogy én azt tudtam. És hát emiatt az első vizsgán megbuktam. És a két hízott disznó segítségével átmentem a második vizsgán, érettségi vizsgán, anélkül, hogy egyetlen kérdést is adtak volna a románok. Én ebbe belenőttem a kisebbségi életbe. Apám csak úgy beszélt, apám nem beszélt románul, csak olául.
az nem ugyanaz.